Hát gondolom, hogy kicsit izgultok, mert kollégáim tudják, hogy ismét Zalában vagyok szüleimnél, és akkor mindig előkerülnek a relikviák. Jelzem, hogy még mindig megvan a Pintér Attila, tehát még mindig nem talált gazdára. Ha valaki szeretné, van több is, úgyhogy tudok ebben segíteni, sajnos nincs aláírva, viszont most találtam viccesebb dolgokat. Képzeljétek el, hogy én kiderült, már nem is emlékeztem rá, hogy készültem erre a pályára, mert 1997-ben már nem tudom, mennyire fog látszódni, próbálom úgy tartani, hogy látszódjon. Itt például egy ilyen az osztálytársaimmal, ez az ötös felállás, látjátok, így álltunk fel akkoriban, tehát ilyen taktikai rajzokat készültünk. Gyémánba találtatok fel. Nagyon kemény, tehát több ilyen felállás is van, nem tudom, tényleg igyekszem úgy tartani, hogy valamennyire látszódjon, de a legjobb, amit találtam, hát az zseniális. Volt egy meccsünk, amin a 4-e, én abban jártam, 4-3-ra nyert az első C ellen a suli bajnokságban. Na most nem csak olyan úgy volt, hogy tudod, lement a meccs, hanem Andriska írt ilyen kis jegyzetet róla, hogy mi történt. Na most, hogy csöppet se voltam elfogult, és hogy most is milyen jó fej vagyok, melyiket választottam ki, olvasom gyorsan. A fáradt csapat benyomását keltő hazaiak, zárójelben 4-e, nagy nehezen Pónác találatával vezetést szereztek, de aztán a fél időig a vendégek fölénybe kerültek és egyenlítettek. A második félidőben 4-1-es fölényre tett szert a 4-e, de a védelem ezután zárójelben Zsédenyi kivételével kihagyott, és a különben jól védő horvátnak még 2 gólt lőttek a kapujába. És akkor még nem tudom, emlékeztek-e, régen az újságban fölírták, hogy kik a jók, meg kik a rosszak, igen. És hát gólszerző Pónác 4, tehát a jók között vagyok, illetve zárójelben Pónác öngólt is szerzett. Zseniális, tehát most esküszöm, hogy a többit is így végigolvasgatom. Ezek szerint már úgy tényleg készültem tudatosan. Tízes osztályzat. A fényárnyék rovatból a fénybe voltam ezúttal, és egyébként megtaláltam még a jó kis Zete Manchester United. Igen, illetve hát ugye azért már akkor is VIP-ként jártam az Zete meccsekre. Most már nem, jelzem végúrnak. Na mindegy. Az Alegerszegről egyébként volt nagyon szépeket mondtam, tessék visszanézni, de most nem lesz szó az Alegerszegről, hölgyek és urak, hiszen szingli szektor volt, úgyhogy ez lesz a mai témánk. Társkereső rovatta alakulunk. Tomi dobta be egyébként a témát, mert hogy már másodszor volt, ha jól tudom, az MTK mérkőzésen szingli szektor, és hát azért ez egy vagány dolog, nem? Amikor úgy beülsz ebbe. Tehát azt hiszem az A3-as szektor volt emlékeim szerint, nem tudom, nem figyeltem meg annyira. Mit gondoltok erről a kezdeményezésről? Pedig kim volt a meccsen? Igen, hogy nem figyeltél oda, igen. Ez egy kicsit olyan, mint a kiss cam az amerikai sportokban, hogy csókold meg a melletted levőt, vagyis hát a jó esetben a párodat csókolod meg ilyenkor. Ez egy jó pofa kezdeményezés, szerintem, nem azt mondom, hogy minden csapatnak át kéne venni, de egyszer-egyszer belefér, és ezen lehet egy jót derülni. Nem tudom, Andris, ezt láttad-e, hogy alakultak-e párok, és mondjuk randiztak-e esetleg utána, nem tudom, a Hős utcában, vagy a Könyves Kálmán körúton. Jó, egyes villamosozás a Bécsi útig. Képzeljétek el, hogy a meccs végén pont sétáltam ott a pálya szélén, és egy ilyen hölgykoszorúra lettem figyelmes, egyetlen egy darab MTK akadémián játszó fiatalemberrel, aki egyébként már kapott profi szerződést, tehát lehet, hogy híre ment, álltak, csak csajok, helyes kis hölgykoszorú, és név nélkül az egyik MTK-ban játszó nagyon fiatal, nagyon nagy siker előtt álló játékos, tényleg többet nem mondhatok, mert meg fog ölni. Egyszer csak meglátta, hogy kamerázunk, és így, ne légy, ezt ne vegyétek! Úgyhogy nagyon vicces volt, és a lányok kiabáltak, hogy a szingli szektorba jöttünk. Úgyhogy jelzem az uraknak, akik nem mentek ki a mérkőzésre. Voltak lányok, csinos lányok voltak, és ott álltak egy szem focistával, meg egyel, aki a lelátó kívülről, tehát ugye a meccsen játszott, tehát nem igazán tudott aktív részese lenni a randinak. Úgyhogy ez egy kihagyott zicser, erre mondják foci nyelven, nem? Hát én azt hiszem, hogy teljesen komolyan beszélve, én azt hiszem, hogy az ilyenek azok ilyen marketing, tehát nagyon jó lelemények, mert gondoljunk bele, hogy 2 dolgot kötnek össze, ugye mindig arról beszélek, hogy több néző legyen a mérkőzésen, és arról, hogy fiatalok ráadásul, ne csak az idősebb korosztály menjen ki, hát mennyire teli találat ez, hogy 2 dolgot összekötni. És ráadásul pont olyan időpontban volt a mérkőzés is, amikor ez pont ilyen beleillik, úgyhogy Én nagyon örülök, szerintem ez egy nagyon pozitív, meg nagyon kreatív megoldás is. Annak kifejezetten örülök, hogy nem csak férfiak voltak ebben a szektorban, mert azért szokott ilyen lenni, amikor mit tudom, bemondják, hogy most egy ilyen nagy
szingli parti van, és akkor megjelenik 5000 fiú, meg 15 lány, és akkor egészen kellemetlen szerencsétlen lányoknak. Úgyhogy kifejezetten örülök, hogy kicsit vegyes volt a társaság. Egyébként volt, bocsánat, a nőnapi kedvezmény is, tehát a lányok, én úgy tudom, hogy ingyen jöhettek, tehát ilyen dupla motiváció volt a hölgyeknek, és láttam, hogy még virágot is kaptak, jött a Gedeon, nekem is majdnem a kezembe nyomott egyet, mondtam, hogy köszi szépen, de meg vagyok nélküle, vagy én kértem, hogy viszek haza, már nem tudom, tudjátok, ki emlékszik mindenre. Szóval voltak most lányok sokan a stadionban, és egyébként alapvetően, ha MTK szurkolóként jöttek ki, akkor még itt örülhettek is. Hát az MTK-ról nem lesz szó, de ez úgy kellett nekik, gyerekek, mint a falatkenyér körülbelül. Én pont mondani akartam, hogy beszélgetni pont lehetett ezen a mérkőzésen, mert túlságosan nagy izgalmak egyébként nem voltak, mert rossz mérkőzés is volt, és az MTK-nak nagyon nagy mákja volt a mérkőzésen, hogy egy pontrúgást követően a 10 emberrel játszó Honvéd ellen tudtak igazából győzni, de az elmúlt heteket nézve, hogyha egy csapatot kellene mondanom, amelyik szinte biztosan búcsúzik az első osztálytól, nálam az MTK a játék alapján. Én ezzel vitába szállnék egyébként, egyrészt azzal, hogy nem sok minden történt, abban egyetértünk, viszont én nagyon feszült voltam, már csak azért is, mert mind a két csapatnak nagyon kellett a győzelem, tehát egy nagyon feszült találkozó volt. Tehát én úgy éreztem, hogy igen, nem sok helyzet volt, meg tényleg gyenge színvonalú mérkőzés volt, de én tartottam attól, hogy itt mi lesz egyik vagy másik irányban, mert akkor az egyiknek vagy a másiknak tragédia. Tehát tényleg az érzelmi töltettség az viszont jelen. Mind a két mester zseniálisat, tehát annyira jól látták mind a ketten a meccset, mert az egyik arra hivatkozott, hogy iszonyatos arrogánsan mentek bele a játékosai, nyilván a Honvédról beszélünk, és ez érezhető volt egyébként ott a lelátón is. És az is érezhető volt, hogy itt meg a Márton nyilatkozott, és ugye te is csináltál, Iván, egy tök jó elemzést, hogy ő is látta a hiányosságot, aminek köszönhetően hiába voltak emberelőnyben, nem tudtak vele mit kezdeni. Erről mondj egy-két mondatot, mert aztán utána menjünk tovább, mert voltak olyan meccsek is, amelyekről tényleg hosszabban készültünk. Nem, hát én egy ilyen gyors, szeretem ezt csinálni egyébként, ez a technikai vívmányok, ezek zseniálisak, hogy az iPad-emen nézem, bocsánat, elnevetem magam mindig, szégyellem magam, bocsánat, néha ez az angol-magyar dolog, ez mindig keresztül. Messiről jött ember. Igen, majd egyszer angolul tartunk sót itt. És a lényeg az, hogy az iPad-emen nézem folyamatosan a meccseket, meg nyilván nem tudom bekapcsolni a televíziót az M4-re, úgyhogy ezért mindig ott szom nézni, és tudok egy ilyen screenshotot csinálni gyorsan, és ott tudok, ilyen van ilyen... Bezzek az HBO-t, meg ezeket nem lehet befotózni, érted, igen, de az M4-et igen. Igen, és ilyen tudod, vannak ilyen nagyon egyszerű szerkesztő dolgok, és ilyen nagyon, tehát nem kell itt ilyen nagyon fú, de jó kinézni ennek az egésznek, hogy elmondjál egy sztorit, és ezt nagyon élvezem a Facebookon, ezt a részét, és akkor gyorsan, mint amint 10 perc alatt tudok kitenni egy olyan gyors elemzést, ami valamit elmond a mérkőzésen, nyilván nem egy mély elemzés, de valamit, és most egy olyan érzésem volt, és ez nagyon tetszett nekem, hogy Márton Gábort ugye hallgattam, miközben én már kitettem az én elemzésemet, utána visszahallgattam a Mártonnak, mert nem mutatta a tévés, a YouTube-on, az MLS YouTube csatornáján néztem meg a Mártonnak a nyilatkozatát, és rádöbbenek, hogy ugyanazt láttuk, hogy nem volt szélesség, középre tömörültek be, és nem volt elég jó a labdajáratás, tehát majdnem szóról-szóra ugyanarra gondoltunk Márton Gáborra, és az ilyen az mindig egy ilyen nagyon jó, hát egyrészt egy visszajelzés, hogy nem vagyok teljesen hülye, meg másrészt az is... Meg az edző sem. Igen, meg az, hogy a Márton Gábor is jól látja a helyzetet, tehát én ezzel nagyon, nagyon, ezt nagyon szeretem, amikor ilyesmi történik. Na, és akkor most rátérünk a témáinkra, hiszen, ja, és akkor, hogyha valaki nem tudná, a Militár Ivánnak ez a hivatalos Facebook oldala, itt lehet ezeket megtalálni. Tomit pedig egyébként a Twitteren lehet elérni, de ez nem a szingli szektor kapcsán mondtam. Na, és akkor most tényleg áttérünk a témákra. Hát egyrészt volt válogatott kerethirdetés, erről majd a műsor végén fogunk beszélni, mert szerintem szolgáltat érdekességekkel. Aztán ugye a Huszti Szabolcsnak volt egy nagyon jó nyilatkozata, és a debreceni időkre is visszatért, ezt kiemeljük. Hát nyilvánvalóan az Újpestről Iván kérte, hogy mindenképpen beszéljünk a Debrecen meccs kapcsán is, meg amúgy is, és akkor, ami még remélhetőleg belefér, hát az a Fehérvár, Ferencváros szuperrangadó, mert hogy ez valamikor az volt, most azért más volt az egésznek a kinézet, és szerintem kezdjük is talán, melyikkel kezdjük? Kezdjük ezzel a nagy meccsel? Mit szóltok hozzá? Tökéletes. Annál is inkább, mert képzeljétek el, hogy megvágtam az ujjamat,
Úgyhogy nem, ugyan nem ajaj, a kis fiamat, de a másikat, úgyhogy készülődök itt a hét meccsivel. Nem tudom, láttátok-e, ez a középsúlyam, nem akarok senkit se megbántani, de inkább kifordítom a tenyeremet, de megvágtam, úgyhogy készülődök itt. Hát a mondott Tomi, hogy az utóbbi mérkőzések alapján kitűnik kieső jelöltnek, meg ki nem. Hát a videóton elég erősen. Hétből semmi. Azért az durva, gyerekek, és volt utána egy balhé is, úgyhogy most a végén fogjuk kezdeni. Már csak amiatt is, mert egy nagyon jó kommentet találtam. Nem tudom, hogy mindenki tudja, miről van szó, tehát lefújták a mérkőzést, és a Fiola gyakorlatilag nem lehetett visszatartani, egy ilyen szócsatába keveredett a szurkolókkal. És ugye a videó alatt én láttam Mr. Studio Gangsternek egy olyan hozzászólását, amit meg szeretnék veletek osztani, azt utána mondjátok, hogy hogy láttátok a szituációt. Azt írja, nem gondolnám, hogy ítélkezni kéne, de mindegyik oldal minősítette magát. Az összes vidijátékos sok millióért játszik, a padon ülve is. Mikor relatíve futott a szekér, akkor mindenki happy, de az ultrák is visszavehetnének magukból. Meccs után még hergelni nem szenvedély és nem kifogás, hogy azért ilyen idegesek, mert hát fanatikusan szeretik a vidit. A kommentekben meg pár ultra miatt ledegradálják az összes fehérvári szurkolót, kívülről nézve pedig végtelenül szánalmas, hogy az összefogás és az egység helyett mindenki a másikra mutogat a vidinél. És a Simek Peti is ezt emelte ki, hogy talán most nagyon össze kéne fogni. Viszont nagyon nehéz lehet most összefogni, mert hogy a játékosok között sincs összefogás, ez látszott, hiszen nem bírták gyakorlatilag a játékostársukat, sem a kapus, vagy nem is tudom, még ki próbálta lefogni, a Négo is próbálta Négo. Ugye a Fityeszt lefogni, és nem sikerült, sem a szurkolók nem bírtak egymást úgymond visszafogni, és voltak, akik ugye locsolgattak ott, bekiabáltak, kócsárolták, ugye mutogatták oda-vissza egymásnak, hogy gyere, látlak, megbeszéljük. Gondolom megbeszélték, hogy a parkolóban még randiznak egyet, nem tudom, nem akarok ebből most gúny meg humor tűzni. Hogy láttátok ezt az egész meccs utáni szitut? Nekem alapból nagyon unszimpatikus, amikor egy szurkoló tábor az ilyen módon próbálja számon kérni a játékosoktól, hogy milyen teljesítményt raktak le az asztalra. Na most a Fehérvár nem az elmúlt egy hétben lett rossz, meg a Fehérvár nem az elmúlt egy hétben kezdődtek a problémák, hanem ez így halmozódott igazából az egész idén során. Tehát a szurkolók most jutottak el valószínűleg arra a pontra, hogy jó, negatív spirálban van a csapat, negatív rekord, és akkor most már nekünk is elegünk van abból, hogy állandóan kikap a Fehérvár. Hozzáteszem, hogy mit vártak a Ferencváros elleni mérkőzéstől, amikor a kezdőcsapatban 7 védőjátékos neve szerepelt, hogy 7 olyan játékos, aki alapvet vagy papíron védőt szokott játszani. Én csak azt tudom mondani, hogy szégyelje magát az a szurkoló, aki ilyen hangnemben próbál a kedvenc vagy szeretett csapatában a játékosok felé szólni, és akár lelocsolja, akár beszélnek, hogy kint megvárunk a parkolóban. Nyilván Fiola Attilát bántja talán a legjobban, hiszen az utóbbi hetekben mindig őt kapják mikrofon végre, vagy Nemanja Nikolicsot ebből a szempontból, hogy értékelje a mérkőzés után, és Fiolán rendszeresen látszik, hogy ő is egy nagyon lelkiismeretes srác, és szerintem a válogatott mérkőzéseken itt Ivánnal mindig mondjuk, hogy ő megtestesíti igazából a magyar futballistát, hiszen nagyon sokat küzd, nagyon sokat robotol egy mérkőzésen. Rajta múlik legkevésbé az ilyen kudarc, szerintem, amit a Fehérvár elszenved az utóbbi hetekben. Én nem értem a szurkolókat, ugyanúgy nyilván a játékosokat sem értem meg, hiszen a szurkoló azt mond, amit akar, ő kifizeti a belépőjét, vagy kifizeti a bérletét, és utána hát el kell fogadni a kritikát, még akkor is, hogyha nem feltétlenül jogos, mindenki vagy magára veszi, vagy nem, és ezek szerint Fiola Attila magára vette a kritikát, ami... De akart tegvetetni a mezét egyébként, volt ilyen? Mert mutogatta a mezét, és nem tudom, értettem, hogy ez volt, nem tudom, csak kérdezem, mert ugye akkor, van ez a vette a mezed. Akkor én most nem tudom, hány Fehérvár szurkoló nézi ezt az adást, és nem tudom, hogy bárki mondta el nekik, hogy vegyék le a mezt, de hogyha leveszik a mezt, jobb lesz a csapat teljesítménye? Ha azt mondják, hogy ne vegyék fel a fizetést, jobb lesz a csapat teljesítménye? Én ugyanazokat tudom feltenni, amit múlt héten. Attól nem lesz jobb egy csapatnak, attól nem lesz jobb egy játékosnak, hogyha levonod a fizetése 50%-át, ha leveteted vele a mezt, semmivel nem lesz jobb, vagy elküldöd a csapattól. Most itt lehet lobbizni, hogy akkor a Fiola Attilát küldjük el, akkor a Fiola Attila vegye le a mezét, de jobb lesz. Ugyanúgy a nap végén ugyanúgy 0 pontot kapnak a Ferencváros ellen. Szóval én ezért nem értem ezt a logikát. És most jó, persze nyugaton is van rá példa, mert volt már Bundesliga csapatoknál olyan, hogy nem tudom, a Stuttgartnál, amikor a kiesés éve volt, hogy
ott a játékosokkal összevesztek, és a mérkőzés után, nem tudom, hosszú perceken keresztül vitatkoztak talán Timo Baumgartellel, aki a körös Stuttgart belső védője volt, de basszus, de hát ugyanakkor meg Tököli Attila mondta, hogy kim voltak 40 ezeren a másodosztályú környmérkőzésen, ami akkor esett ki. Tehát én ezt a kettőséget nem értem, hogy Magyarországon nem feltétlenül van ilyen, nem azt mondom, hogy nincsen, de hogy nem feltétlenül ez a jellemző, vagy inkább megint, amit az Iván mondott múltkor, hogy a hangos kisebbség az, ami ilyenkor inkább teret nyer magának. Iván Fiola viselkedése az viszont, hogy a szurkolók mellett róla is beszéljünk, az érthető, elfogadható, vagy pedig ő is túlment egy ponton? Én nem érzem úgy, hogy túlment volna egy ponton. Én ugyanúgy, ahogy a Nikolisnál is, én ilyen zsigerből a játékos, illetve az edzők, illetve a szakmai emberek mellé állok, és nem akarom, viszont ez egy nagyon érdekes, főleg így a médiában dolgozva, ugye, mert mi nem a Fiola Attila klikjeiből élünk, mondjuk senkinek a klikjeiből nem élünk, de értitek, hogy mit mondok, minket a szurkolók néznek, úgyhogy ez ilyen, tudom én, hogy már most látom, hogy ellenszenves ez, mert múltkor is, amikor mondtam a Vasas drapériáról, nevetgéltem, kicsit kacaráztam, hogy ellopták a Vasas drapériát, és írták nekem, hogy szerintem az vicces, hogy valakinek ellopják a dolgait, és nagyon igazuk volt, hogy én nem gondolok abba bele, hogy az milyen a szurkolóknak. Tehát én elnézést kérek akkor is már a Vasas szurkolóktól, hogy tényleg annyira nem vicces ám, hogyha meglopnak. Tehát ezt értem. Ebben a szituációban, ha valakinek van joga arra, hogy felháborodjon, az Fiola Attila, és ahogy a Nikolic sírba fakadt, az Nikolic nem adja. Ezek az emberek sokat tettek ezért a klubért, nem csak ezért a klubért, egyébként, hanem a magyar labdarúgásért is. Úgy is, hogy mit tudom, én a Nikolicot is, meg a Fiolát is szoktam kritizálni, meg fogom is, de ettől függetlenül komoly emberek, komoly játékosok, komoly pályafutással a hátuk mögött. Tehát nem érdemlik meg azt, hogy bárki, mit tudom én, bundában, mert ugye ezt szokták Magyarországon, hogy bunda, meg hogy nem akartok eleget. Tehát ez a kettő pont kizárható. Tehát rengeteg minden van, ami miatt a videót, vagy a Vidi, a Fehérvár nem úgy szerepel, ahogy, de hogy nem a bunda, meg nem az, hogy akarnak-e a játékosok, vagy nem, ez a kettő tuti. Na most tényleg, ugye tudom, hogy felhoztad volna egyébként Kovács Kapust, aki ugyanígy, én ezt élőben láttam, ezt a nyilatkozatát, és én így főztem, éppen csináltam az ebédet a családnak, és így fölriadtam, hogy mi van, hogy hozzáállás, vagy probléma, és hogy nem egy, hanem több. Nagyon-nagyon vicces volt, mert én mindig erről ugyancsak zsigerből mondom, hogy Kapus. Na, Kapus. Mert ugye a Kapus hogy mutatja, hogy nagyon akar? Hogy ordibál, miután kivédett egy nagy növést, vagy éppen valami védelmi hiba volt, kapnak egy gólt, akkor ordibál. Na, nagyon akart a Kovács. Na, de álljunk már meg egy pillanatra. De várjál, hát hátról mindent lát. Baj. Ja, igen, hát ez a tipikusabb edzésen is mindig ez van, mindig a mi hibánk, a védők hibája, ugye, hogy kapura lőttek. Neked meg az egy a dolog, kicsit a Kapus, valóban külön csapat szerintem mindenhol. Hát kézilabdában is be sem mennek a félidőbe egyébként a Kapusok. A fociban is azért külön edzenek. Valahol egy kicsit ilyen individuálisabb lét a Kapus lét. De ettől függetlenül akkor a Kovács Dániel szavaiból ez, hogy lehet rossz a karmán, valami rosszat tettem, de lehet, hogy az egész csapat rosszat tett, valahogy mindig én kapom a forduló gólját, tehát hogy egy kicsit ilyen belső fájdalom volt. Emlékeztesse egyébként, emlékeztesse, mert a két képem, amit készítettem ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, erről szólt, hogy a forduló góljait kapja, de folytasd, Tomi. De pont, hogy az akarattal nem volt baj szerintem ezen a mérkőzésen a Fehér. Tehát mit tudsz tenni egy olyan Ryan Mayé ellen, aki klasszis gólt szerez. Majd tehát mutatom, aki mit tudná. Tehát érted? Vagy mit tudsz tenni az ellen, hogy elmegy egy kontrából az ellenfél, mikor kitámadsz teljesen, és kilométernyi, vagy négyzetkilométernyi területeket hagysz magad mögött, az nem akarat kérdése. És a második gól után pont ugye Kovács szájáról lehetett leolvasni, hogy miket ordibált a játék, hogy nem akarunk, vagy valami ilyesmi volt talán a mondat. De ez nem az akaraton múlik. Nem hát. Az nem az akaraton múlik, hogy a Ryan Mayé levesz egy embert a pályáról, majd tol kettőből felé, és aztán kirúgja a hosszú sarkot. Meg hát ez nem tesz jót, hogy ő belülről kifelé, az a révésznél is mindig ugye erről beszéltünk, ez a belügyek, de várjatok azért ettől függetlenül, amit mondod, hogy akik igazán akarják, azok pedig már el vannak fáradva mentálisan. Tehát ezek szerint akkor már csapaton belül, az öltözön belül, amiről beszélt is, hogy volt már veszekedés, majdnem verekedés, voltak büntetések, sírások, beszéltük az agyagalamblövészetet, tehát gyakorlatilag már mindent kipróbáltak, és hogy akkor ezek szerint széthúzás van. Én most cinikus leszek, elnézést kérek tényleg, fotballról lesz szó valaha? Vagy arról fogunk beszélni? Mert azt én értem, hogy itt mentális, és megint egy kicsit
le kell nyugodjak egy kicsit. Mert az ilyenkor mindig, amikor ezt hallom, akkor ilyen egyből az jut eszembe, hogy na már megint, ugye, mert mentális problémák vannak, meg már, ugye, hogy már ezt is megpróbáltuk. Mi lenne, hogyha a futballal kezdenénk el foglalkozni? Mert ugye egymás után két ugyanolyan stílusú edző érkezett a Vidihez. Van olyan, és ezért jegyzeteltem egy kicsit, és kicsit hosszabban válaszolni, van olyan, hogy az ötlet minősége nem elég jó. Tehát ez létezik. Minden edzőnek megvan. Ha megkérdezel a Pintér Attilát, a Horváth Ferencet, a Subka Attilát, a Lothar Matthäust, a Pochettinót, meg a Pep Guardiolát is, mindegyik le tud ültetni, és hát jobb és kevésbé jó minőségben el tudja mondani, hogy mit gondol a futballról. Tehát van egy ötlet, egy játék, amit én játék elképzelésnek szoktam hívni az elemzéseimben. És ne tegyünk úgy, hogy bármelyik játék elképzelésben lenne hiba. Mert nincs hiba. Mindenkinek a saját álmaiban mindenkinek tökéletes játék elképzelése van. Csak utána, amikor a pályán meg kellene valósítani, ez a játék elképzelés, ez relativizálódik. Van, amelyik jobb, van, amelyik gyengébb. És én nálam most az derült ki, hogy Szabics Imre és most már Mihály Borisz játék elképzelése mind a kétszer nem elég jó minőségű. Az ötlet nem volt elég jó minőségű. Nézzük azt, mert ugye ez azért fontos, hogy ez az ötlet milyen minőség, hogy a játékos tudjon rá kapcsolódni. Mert hogyha lelkesen tud valamire kapcsolódni a játékos, hogy igen, ez egy jó ötlet, ezt szeretném megvalósítani, ezt a mindennapi életben is tudjuk. Hogyha a főnökünk valami jó ötletet tár elénk, akkor mi rá tudunk kapcsolni, és akkor a nagy behemenciával belemegyünk. De hogyha úgy érezzük, hogy ez a játékötlet, ez az ötlet, bármilyen ötlet, nem csak a játékötlet, nem olyan jó minőségű, akkor nem tudunk rá kapcsolódni. És nézzük meg, például megnéztem Mihály Borisz érkezése óta, játszottak egy, kettő, a kupameccsen három, négy, öt mérkőzést. Mind az öt mérkőzés különböző forgatókönyv szerint volt. Volt, amikor a Vidinél volt a labda, volt, amikor az ellenfélnél volt a labda, egy valami biztos, hogy kevesebb és minőségileg gyengébb helyzeteket alakítottak ki a Videóton futballistája, a Fehérvár futballistája, mint az ellenfél. Teljesen mindegy, hogy náluk volt a labda, teljesen mindegy, hogy nem volt náluk. Nézzük meg a világban. Most szó van Mikel Artetáról az Arsenalnál. Egy olyan ötlettel érkezett meg, ahol lehetett látni már az elején. Az első két meccs alapján, hogy a játékosok, olyan mint Saka például, most nem akarok belemenni más bajnokságba, de hogy mennyire rákapcsolódtak, egyből rákapcsolódtak erre az ötletre. És láthatjuk, hogy igen, van, amikor fönt meg lent vannak, mert nem úgy jönnek az eredmények, de a végén az számít, hogy a játékosok lelkesen rákapcsolódnak. Nézzük meg Bielszánál, Marcelo Bielszánál. Ezért tartom azt, hogy az ő náluk, nem úgy, mint a Videótonnál, hogy ugyanaz az edzői stílus követte egymást, de a Leedsnél pont, hogy jó volt, hogy ugyanaz követte, mert az ötletre a játékosok rá tudtak kapcsolni. És Jesse Marsh viszi tovább ugyanazt a rákapcsolódást, ami eddig megtörtént. Na, akkor lehet, bocsánat, miért folytatod, igen, akkor lehet edzőzni, kirúgni az ötödik, hatodikat, én ebben látom a hibát, akkor mégiscsak, ugye a kapus azt mondja, hogy szerintem nem az edző a hibás, de ugyanakkor meg hétről hétre arról beszélünk, hogy a Mihály Borisz választása az meglepett titeket. De mert azért... De ezek azért, szerint őt meg nem. Tehát, hogy ő meg azt mondja, hogy nem az edzőben van a hiba, mert hogy ő meg a mentális szétesésre hivatkozik, meg arra, hogy nem akarnak eléggé. Értitek? Tehát, hogy tök furcsa az a dolog, hogy egy belső ember meg nem edzőzik. Tehát, amikor van egy edződ, aki valamilyen stílust képvisel, most jelen esetben Szabics Imrénél, ugye mi volt a legnagyobb hiányosság, mit mondtunk el mindig, labdával való játék, felállt védelem elleni játék, akkor nem azon gondolkozz, hogy próbálsz egy olyan edzőt szerválni, aki mondjuk ebben erős, ebben tud előrelépést mutatni? És hozol egy Mihály Boriszt, aki ugyanezekben a pontokban gyengélkedik a csapatával. Igen, és akkor persze... ez nagyon jó pont. Ez szerintem nagyon jó pont. És tudod, én is, hogy mondjam, most kicsit összebonyolott, vagy összegubancolódott a fejemben a sok gondolat, de én az alpesi síben szoktam mindig azt látni, meg mindig azt hallom a kommentátoroktól, amikor egy jobb versenyző hátrébb kerül mondjuk, nem tudom, egy műlesiklásba, vagy egy óriás műlesiklásba, hogy nincs mit védenie. A Ferencvár, vagy a Fehérvárnak nincs mit védenie ebben a pozícióban. A Fehérvár mit véd? Tehát mit akarok védeni egy ilyen mérkőzésen? Mit szeretnék, egy pontot szeretnék védeni? MotoGP is példával nem tudtad volna elmondani, mert az Iván. Micsoda? Akkor jobban a MotoGP is példával, akkor az Iván jobban megjelent. Ennél komplexebb, ennél kicsit bonyolultabb. Az alpesi síben hol a labda, ugye Iván? Igen, keresem, nem. Én értettem, bocsánat csak. De csak arra akarom rávezetni egy másik példából, hogy
hogy a Fehérvárnak nem lett volna szabad mit védeni ezen, nem nincs, tehát 7 védőjátékost rakok fel a kezdőbe, nem egy pontot szeretnék szerezni. Hát tényleg erről beszéljetek. Ez azt jelenti, mi? Egy pontot szeretnék szerezni a Ferencváros ellen. Ez nem azt sugallja az ötvédős rendszer, nem azt sugallja a tévénézőnek, vagy az olyan tévézőnek, mint nekem, hogy itt most 3 pontot szeretnék szerezni. Nem 3 pontot szeretett húszni. Volna szerezni a Fehérvár, hanem 1 pontot szeretett volna szerezni. Ez pedig hogy folytassam a gondolatmenetet, mert rákapcsolódik egyébként erre, hogy pont erről van szó itt, hogy az játék elképzelés minősége, mivel nem olyan erős, a játékosok nem tudnak rákapcsolni, ezért ilyen látszik a mérkőzéseken, hogy úgy csináljuk, akarunk, meg futunk, meg mit tudom én, de úgy élvezni nem élvezzük, úgy igazából nem tartjuk sajátunknak se. Próbáljuk megvalósítani azért, mert nyilván nem akarunk kiesni, meg jól akarunk szerepelni, meg prémiumot akarunk szerezni, de úgy igazából semmi flow-ja nincsen az egésznek. És ilyenkor jön el az a pillanat, hogy egész egyszerűen a félelem és a tartózkodás és az ilyen, hát a bátorságnak a teljes ellentétje valósít. Ezt ellentétjét valósítják meg a pályán a játékosok. És akkor itt van a két kép, amit hoztam. Ugye az igazság ezekben a képekben, hogy Kovács Dánielnek igaza van. Mert az első kép az a mostani legutóbbi találat, Ryan Mayer találata, ami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és akkor még a 9-et nem is vettem oda, 8 fehérvári játékos között lövi el a labdát úgy, hogy azok mind hátrálnak. Tehát úgy közelébe egyik se tudod lépni. Mindegyik úgy, hogy ott van nagyjából a Ryan Mayer körül, de úgy egyik se lép oda. A Red Bull filozófiában van egy ilyen, amit angolul, nem tudom, hogy magyarul hogy szokták ezt lefordítani, angolul úgy szokták mondani, hogy take the last step, tehát hogy az utolsó lépést tedd meg. Hogy az nem elég, hogy valakit letámadsz, hanem még tedd meg azt az utolsó lépést, hogy az angol úgy szoktam mondani, hogy get a piece, tehát hogy egy kis darabot szakíts le az ellenfélből. Tehát vagy a labda, vagy a baba, így szokták mondani magyarul, de az egy kicsit más kontextus, mert ott akkor vagy elütöd, vagy a labdát találod el. Itt tehát ez a get a piece, tehát hogy egy kis darabot szakíts le az ellenfélből, hogy ne tudjon egy zavartalanul lőni. Hogyha te tartasz az eredménytől, tartasz valamitől, folyamatosan félelemmel lépsz pályára, akkor ez az utolsó step, ez az utolsó lépés megtétele, ez nehézségedbe torkollik. És ugyanezt történt egyébként egy pár héttel ezelőtt a Paks ellen, a Fehérvár 2-0-ra vezetett a Paks ellen, és ugyanígy Haraszti Zsolt egy akkora gólt rúgott kontra után, de úgyhogy 4 videóton játékos, vidi játékos, Fehérvár játékos volt körülötte, és ugyanígy engedték, hogy egy kicsit befelé tolja, és kilője a hosszú sarkot, és ott is ugyanez volt, hogy ez a last step, ez az utolsó lépés megtétele volt a problémás, és én azt gondolom, hogy ez ilyen, én hiszek a metaforákban, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen metafora arra vonatkozó, hogy milyen állapotban van a Vidi. A Vidi fél, a Vidinek nincs bátorsága, a Vidi nem önmagát adja, a Vidi nem tud rákapcsolódni egy játék elképzelése, amely gyenge minőségű, és ezért hát a kis ujjam reszket a jobb kezemen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy problémák vannak. Én még egyszer mondom, és cinikus vagyok, bocsánat ezért, a futballal kellene egy kicsit többet foglalkozni szerintem, a média szintjén is, meg minden szinten. Annak hát ott most mivel foglalkoznak? A Dárdai Pállal. És azt azért is akartam bedobni, mert hogyha a defenzív játékról beszéltek, na, akkor Dárdai Pál előrelépés lenne most őszintén. Na de Dárdai Pál... Igen. Ezt már megbeszéltük, igen. Meg milyen veszélyes lenne a Dárdai Pálnak egyébként ez? Hogyha ide kineveznék, tehát én -100-nak titulálom az esélyét az, hogy Dárdai Pál videót edző legyen. Semmi. Igen, de ezt a Tomi már múltkor mondtátok, hogy nem illik bele a Dárdai, de ettől függetlenül viszont pont a Hajnal Tomi meg azt mondja, hogy nem lepett meg a Fehérvár defenzívebb játéka, mert hogy hallottuk, hogy ezen a héten más befolyás is van a szakmai munkában, és Dárdai Pali tevékenységét ismerve számítottunk arra, hogy stabilan defenzívebb felfogásban 5 védővel játszanak ellenünk. Ez amúgy... Na de ez a kemény, ezek a nyilatkozatok, illetve ugye a Blick egyébként, most jó, oké, Blick, de hogy azt mondja, hogy a Berlinben legendának számító játékosként, istenített és edzőként többször bizonyított Dárdai Pál lehet a megmentő. Hogy ezt el tudjátok kezdeni, hogy még egyszer belenyúl a Sallói és oda teszi a Dárdait, a Boris mellé, vagy szakmai igazgatóként a háttérből irányít? És egyébként, hogyha ezt tenné, ha Salló is lenne ezt tenni, akkor én felállva tapsolnék, mert hogyha ezt úgy szokták egyébként hívni most a Premier League-ben is, most például a Brighton & Hove-nál volt egy ilyen, aki az angol szövetségkapitány mellől ment oda, és ő technikai igazgatónak hívják, mert ugye
angolban a technical director az szakmait jelent, tehát szakmai igazgatónak lehetne inkább fordítani, de nem mondja el a teljes sztorit. Az a lényeg, hogy ha Dárdai Pál tényleg a szakmai munkáért felelne így föntről, az szerintem egy remek döntés lenne. Csak most nem tud érte felelni, mert június 30-ig a Berlintől kapja a fizetését, és Isten igazából abszolút hivatalosan nem tudja. A tanácsadóként nem tudom, hogy van ez munkajogilag, hogy működhet, de ettől függetlenül értem. Én azt akarom mondani, hogy azért lenne ez jó, mert így a Szabics Imrei kinevezés egy egészen más aspektusba kerülne. Mert hogyha Szabics Imre maradt volna az edző, és Dárdai Pál a szakmai igazgató, és bocsánat, hogy közbevágtam, akkor ez egy tökéletes házasság lett volna. Még a tökéletesemnél is tökéletes. Ugye? Hát Sallói, Dárdai, Szabics, aki... Arra lehetett volna azt mondani, hogy na akkor várjunk ki most másfél évet, nézzük, hogy mit csinálunk. Igen. Én azt nagyon üdvözöltem volna, és Szabics Imrének is jót tett volna. Hát gyerekek, muszáj ugranunk, mert megy az idő, rohan az idő, és akkor Huszti Szabira ugranék át, ha már Fehérváron azért ő is letette a névjegyét, és ha már ő is edzőként egyébként hasonló nehézségeket is átélt, mint akár most a Szabicsék. Ugye azt nyilatkozta, hogy javarész pozitívan gondol vissza a debreceni hónapokra, és kérdezték, hogy mi volt a negatívum, és felhozta, hogy tudjátok, ezt a Kecskemét elleni Magyar Kupa meccset, hogy feladta az elveit. Akkor már nagy nyomás nehezedett ránk, mindenki elvárt, hogy tovább jussunk, mi pedig szem előtt tartva, hogy csak az eredmény számít, antifocit játszottunk, ki is kaptunk, a rendes játékidő letelt, akkor még vezettünk, de a ráadás utolsó pillanatában egyenlített az ellenfél, majd a hosszabbítás hajrájában a győztes gólt is megszerezte. Tehát Isten, igazából ebből az egész nyilatkozatból az a lényeg, hogy a Szabi egy olyan stílust képviselt, amit ezen a meccsen feladott, és szerinte ez volt a hiba ebben a negatívum, ebben az edzősködésében. Mit szóltatok egyébként az ő stílushoz? Láttátok ti a stílusjegyeit a Debrecenen? A lehető legtökéletesebb volt ez az átvezetés szerintem, hogy itt a Fehérvárról beszélünk, amelynek nem igazán van, egy kicsit így a Fradi ellen feladta a stílusát, vagy ezzel az ötvédős rendszerre, meg hogy még Fiola, meg Négo is a középpályán kap szerepet, és akkor jön most ez a Huszt nyilatkozat, amiben azt mondja, hogy igazából a Kecskeméti, vagy Kecskemét elleni antifoci miatt nyújtotta be lemondását, és egyszer játszott igazából, úgymond az önmaga elképzeléseit átírva. De egyébként igen, a Debrecen játékán lehetett látni, amikor Huszti volt, tehát nem mondom, hogy egy Paks második csapat volt, hogy sok gól kapnak, meg sok gólt rúgtak, de egyébként, ha nem is hozták azt az átlagot, de nagyjából azért sok gólt rúgtak, és sok gólt is kaptak abban az időszakban, amikor Huszti volt a vezetőedző. Emlékezzünk a Honvéd elleni 5-3-as mérkőzésre például. Igen, én azt gondolom, hogy a Huszti Szabolcsnak a nyilatkozata az megint csak iránymutató. Ugye voltak erről viták, hogy jobb lett volna, így beszélt volna, meg ilyen nyíltsággal beszélt volna játékosként is. Hát én nem értek egyet ezzel, mert a játékosként egészen más kommunikációra van szükség, mint edzőként. Én azt gondolom, hogy nagyon előremutató az, hogy Huszti Szabolcs azt mondta, hogy ő felvállalja a labdás játékot, a labdás dominanciát felvállalja, illetve az is egy nagyon érdekes kérdéskör szakmailag, edzői szempontból, hogy a saját filozófiát feladása az mivel jár. Tényleg nem akarok állandóan visszacsatlakozni arra, amit mondok, de amit mondtam az elején, hogy a játékosok rákapcsolódnak valamire, és azt lelkesen végrehajtják, és akkor van siker. Most, hogyha megváltoztatod a filozófiádat egy hétre, aztán utána majd visszamész a másik filozófiára. Azt érzik, hogy kapkodsz, nem? Azt érzik, hogy kapkodsz, nem vagy magadban biztos. Az a kis sugárzás. Hogy akkor mire kapcsolódjak rá? A te kedveidre? Tehát, hogy egyszer ilyen kedved van, egyszer... Én ezért nem értem azokat az edzőket sem, és bocsánat, és menjünk tovább ebbe a témába, amikor állandóan minden héten más csapatot játszatnak. Nyilván, nehogy félreértsétek, nem az a Garami Józsi bácsi féle, hogyha egészséges volt az az X játékos, ti is tudjátok az MTK-nál vagy a Ferencvárosnak, akkor biztos, hogy ők játszottak, nem erre gondolok. Nyilván, hogyha valaki jobb formában kerüljön be a csapatba, de amikor állandóan váltogatja valaki a játékosait, a csapatát, akkor az se igazán hisz ugye bennük, vagy én nem tudom, nem vagyok edző, és kicsit akkor a Szabi is valahogy úgy volt vele, hogy ha csak egyszer is szegte meg ezt a szabályt, büntetett, és mondta, hogy soha többet nem hajlandó ebbe a bunkerfociba belemenni és letérni az útról, tehát ő tanult belőle, és gyerekek, ki meri mondani, hogy hibázott?
kimeri mondani, hogy tanult. Azért ez is a ritkaság számba megy, nem? Hát sunnyognak edzők, már bocsánat, az edzőkeringő témára emlékeztek. Hát nem, hát annyi, ha utólag tudod elmondják, tudod, az elnök úr beleszólt, tehát, hogy utólag tudod, mindig így elmondják ezeket a dolgokat. A Szabi meg utólag elmondta el, de utólag magát hibáztatta, arra akarok kiukadni, ez egy tök szimpi dolog, na. Igen, mondjuk azt megjegyezném, hogy itt jön el az a pillanat egyébként, ami nagyon érdekes, hogy nem kritizálva húzta Szabolcsot. De hogyha 5 évet letolt volna az utánpótlásba, mert na most valljam be én is, hát hányszor megtörtént ez, hogy még ebben az évben egyszer történt meg velem, ebben az idényben egyszer történt meg velem, pontosan tudom melyik mérkőzésre, amikor én általában az én csapataim magasabb támadnak le, teljesen mindenki ellen játszunk, idegenben vagy otthon, és láttam, hogy az ellenfél labdában nagyon gyenge, és így visszápúztam a vonalat, és egy ilyen középső blokkba tettem be, és nyertünk 3-1-re, és a játékosok jöttek felém, hogy ez nagyon jó döntés volt, coach, ez nagyon jó volt. Én meg mondom, te jó, én mit tettem? Ilyen hatalmas beszélgetéseket kellett végigvinni, hogy nem, gyerekek, ez most véletlen volt, én kérek elnézést, mi magasan fogunk letámadni. Ez így történik, hogy még be is jöhet egyébként, de ilyen nagyon káros hatása van annak a későbbiekre, hogyha megváltoztatgatod a filozófiádat, még ha egy kicsit is, akkor is. Nyilván profi labdarúgóknál ez máshogy működik, arra nem tudok beszámolni, de én azt gondolom, hogy Huszti Szabolcs esetében mondom, erről ilyen nyíltan beszélgetni, előremutató, és én nagyon üdvözöltem, és egy nagyon jó kis interjú volt, és remélem, hogy hamarosan újabb munkát kap, és tovább tudja fejleszteni ezt a filozófiáját, és a magyar labdarúgásban egy ilyen labdával dominánsabb játékot tud meghozni. Hát ha már Debrecen, a Debrecen nagyon ilyen, nincs igazán arca a szememben ennek a csapatnak sem, mert vannak sikereik, aztán utána meg a semmiből simán ki tudnak kapni alapvetően. Az utóbbi időkben még komoly helyzeteket sem nagyon látunk tőlük a mérkőzéseken, ugye az MTK-ra is, hogyha visszautalhatok, vagy pedig most ugye az Újpest elleni mérkőzésen se nagyon volt szerintem kérdés, hogy az Újpest meg tudja ezt a találkozót nyerni. De akkor most ne is a Debrecenről taglaljunk hosszasan, Tomi, hanem az Újpestről, hogy ennyit jelent tényleg, hogy érkezett egy-két jó igazolás, és volt egy jó alapanyag, mert hogy mindig elmondjuk, hogy alapvetően jó edzőjük volt eddig is, tehát hogy mi az a kis plusz, ami miatt az Újpest tényleg viszont már kezdi a szebbik arcát mutatni folyamatosan, nem csak egyszer-egyszer. Szerintem ez eddig is megvolt az Újpestben, sőt, szerintem az őszi Újpestben is megvolt ez a szebbik arc, csak kevésbé tudták megmutatni, vagy kevésbé jött ki ugye a lépés nekik eredmények terezen. Nem volt eredményes, igen. Igen, azért sok mérkőzésen volt bal szerencséjük az őszi szezonban, tehát mi azért beszélgettünk arról, hogy az Újpestnek azért nem a 12.-11. hely környékén kellene lennie. Ugye most jelenleg a 6. helyen állnak. Télen, ahogyan nekivágtak annak a szezonnak, ugye nem volt edző, decemberben menesztették Öninget, egy ideig nem jött Kruscsics, akkor az igazolások sem ültek, aztán így a végére összekapták, és ugye igazolták Zivzivadzét, Ovonót visszahozták, illetve még Kádár Tamás is érkezett, és azt kell mondjam, hogy az Újpestnél Zivzivadzéval kaptak egy olyan támadót, aki pontosan beleillik abba a rendszerbe, ami igazából kellett oda. Tehát ott van nagyon, tehát rendkívül sok kreatív játékosuk van, itt most Kroazire vagy Beridzére gondolok, és igazából így a Talló, Koné párost így upgrade-elték Zivzivadzéval, és Zivzivadzének pedig, hogyha megvan a bizalom rajta, akkor látjuk, milyen teljesítményre képes. 4 mérkőzésen 5 gólt szerzett az Újpest. Sarkazga a gyerekek, látszik, fullon van önbizalomba, de tök jó, nincs az nagyon, le baj, sőt. Nagyon-nagyon tetszik az Újpest, amit mutat, és itt jön az, hogyha az őszi szezon nem lett volna ennyire elbaltázva, és talán egy 5-6 ponttal többet szereztek volna, akkor most ott lenne az Újpest a 4. helyen, és a dobogót ostromolná a Kisvárdát és a Puskás Akadémát üldözve. Szóval nagyon biztató jövő az Újpestre nézve, ugye még ez a tulajdonos váltás, ez a mizéria, ez még tart, hogyha jól tudom. Úgyhogy, de elcsendesedett, és esküszöm, az is igen. A jó, tehát, hogy nyugalom van a klubnál, legalábbis lehet, hogy ők is rájöttek, hogy nem kell hetente bedobni ezeket most őszintén egy üzlet, akkor teljesen, amikor megvolt az adásvétel, addig pletyka az egész, meg csak egy ilyen összezavarja a fejeket, úgyhogy szerintem ezt is, nem tudom, hogy ki intézi a háttérben, de ezt nagyon jól intézte, hogy végre egy kicsit úgy lecsillapodtak a kedélyek, mert ugye ez fontos szerintem a játékosoknak is, hogy arra fókuszáljanak, ami a dolguk, focizzanak, amit az Iván mondott, ugye Fehérvár kapcsán is, hogy a fociról legyen szó. Hogy láttad, Iván, ezt az újpesti sikert, mert azt gondolom, hogy nekik ezek mind fontos lépések azért, hogy visszataláljanak oda, ahova talán valók.
Én mindig a tradíció szempontjából közelítem meg. Nagyon jó, hogy az Újpest jobban szerepel. A magyar futballnak esszenciális érdeke, hogy az Újpest NB1-ben legyen. Én, ha jól emlékszem, többször elmondtam, hogy a 100%, hogy az Újpest nem esik ki. Michael Öninget jó edzőnek tartom. Most erre az adásra készülve felfrissítettem az emlékezetemet is az adatokat tekintve. Gyakorlatilag nagy változás, így szimplán csak az egyszerű statisztikai adatokat nézve, nincsen az Újpest játékában. Ugyanaz az alkalmazkodó, ahogy most a modern, mai futballban szokták mondani, minden játékelemben domináns játékra törekvő, vagy ahogy az MLS mondja, kezdeményező játékra törekvő Újpestet láttunk eddig, és látunk most is. A kérdés az, hogy mennyire voltak kontrollban, mennyire tudták eltalálni ezt a kezdeményező játékot hétről hétre. Michael Löninggel ez föl is lement, most Hruscsicssal egészen kiegyenesedett, bár azért megjegyzem, készüljenek fel az újpesti szurkolók is, hogy nem mindig fog ez így történni. Viszont, ami üdvözölendő, hogy amióta Hruscsics vette át az Újpest irányítását, ha jól látom, akkor nem volt olyan mérkőzés, ahol ne ők alakítottak volna ki több helyzetet, mint az ellenfél. És ebből a szempontból, ugye volt itt például a Mezőkövesd ellen, majdnem 3 gólnyi helyzetet alakítottak ki, most is a hétvégén kicsivel bár, de többet alakítottak ki, mint a Debrecen. Tehát én azt gondolom, hogy az irány jó. A tradíciót nézzük viszont, attraktívabb, támadó, egyértelműbb futballt szeretnék látni, de hát ezt már gondolom a nézők is mondják, hogy én mindig ezt várom, de nem tudok mit csinálni, ez a tradíciója az Újpestnek, ott mindig nagyon, Croazéból kellene még 3, mert egyébként a Croazé az NB1-es szinten, én emlékszem rá még az MLS-ben, ugye Sporting Kansas City-ben futballozott annó, Csaldói Dániel mellett, azért ő nem egy akármilyen futballista, ebben a magyar NB1-ben egészen kiemelkedő. Az pedig még a videótonra, Vidire nem akarok túlságosan sokat visszatérni, de ez a sötét fellő, ez a fekete fellő, ami a Fehérvár körül van, hogy Budu Zivadze nem elég jó, azt alig rúgnak gólt, itt meg 5 meccsen 4 gól, vagy valami ilyesmi itt a 4 meccsen 5 gól. Igen, szóval... Még durább. De ugyanez elmondható Ivan Petriákról is, aki az NBA legjobb szélsője volt a Ferencvárosban, és most meg a Vidi, nem mondom, hogy rosszul játszik, de biztosan nem mondnám, hogy a top 5 között van a szélsőket tekintve. Úgyhogy van egy ilyen... Ez már valamilyen szinten egy ilyen kis jelenség, valóban, amit mondasz, hogy ott beszürkülnek. Igen. Na gyerekek, elront az idő, úgyhogy a kerethirdetés a témánk. És hát ez is, ha már Fehérvár, akkor ezzel kezdem, Márko Rosszi nyilatkozata, és nagyon fontos ez a mondat, ha nem hívom be Négót és Fiolát, az lett volna a kegyelemdöfés. És akkor kérdezem, valóban az lett volna a kegyelemdöfés? És még most mi gondolkodtok, egy mondat, végignéztétek ti is a kézilabda Európa bajnokságot, ugye a részben hazai rendezés, nagyon lelkesen kommenteltetek is, be voltatok sózva, és hát ott ugye beívták azokat a tatabányai játékosokat, a tatabánynak borzasztó össze volt, ha valaki nincs képben a kézilabdával, össze-vissza játszottak, nemzetközi szinten is kudarcokat értek el, és hát nem jó formában lévő játékosokat, akik amúgy válogatott játékosok, félreértés ne legyen, behívtak. Vagy mondhatom a Győrből ugye a Háfra Noémit, aki nem találja önmagát jó pár éve, és rendszeresen beívta a Golovin mester, most az utolsó meccsen egyébként nem vitte már ki, pont így kiszámoltuk a Vaxban, hogy hosszú idő után nem szerepelt válogatott meccsen. Tehát, hogy ilyenkor ez, és erről a Krisztiánékkal is beszéltünk a Vaxban, jót tesz egy játékosnak, hogy érzi a bizalmat a szövetség kapitány irányából, ugye ezek még csak nyilván felkészülési meccsek, ugye, amik jönnek, vagy éppen, hogy annyira olyan paszban vannak lelkileg egyéb tekintetben, hogy nem igazán tesz jót nekik az, hogy ott vannak most a válogatottban olyan játékosok között, akik ugye alapvetően egy jó formában lévő srácok, hiszen a válogatottban mindig a jó formát is figyelni kell, gondolom, aki éppen aktuális a jó formában van, ezért van benne például Ádám Martin. Ennyit így bevezetésnek. Mit szóltok? Hát mondjuk Négót kihagyni nem kegyelemdöfés, hanem hülyeség, mert a magyar válogatott legjobb játékosáról van szó, hogyha a válogatott mérkőzéseket nézzük, Négó egy olyan személyiség, akit nem lehet kihagyni igazából, mert bármilyen posztra be tudod illeszteni, ő kiváló teljesítményt nyújt, és ha nem azt mondom, hogy tehetek, de azt is lehet mondani, hogy egy nemzetközi szintű játékos, aki a magyar válogatottban játszik, és minden egyes válogatott mérkőzésen magasan kiemelkedik. És a Fehérvárban sincs formán kívül? Kérdezem? Tehát én tegnap nem... Tehát mit várunk el Négótól, hogy gólokat rúgjon, gólpasszokat adjon, önfeláldozóan védekezzen, tehát ez egy nagyon sokrétű kérdés,
Négó játékát, tehát én tenap sem mondtam azt, hogy úristen, na most Négó ne kerüljön a válogatott közelébe. Tehát a Fehérvár mérkőzésen sem gondoltam ezt. Nyilván, csak érted, miért kérdezem, mert hogyha meg, ha nem így emelte volna ki a Rossi, értitek már megint a nyilatkozatot, mert ez a nyilatkozat most megint azt mondja, hogy beívtam őket, mert hát szegények, mit szóltak volna, még én is beléjük rúgok egyet. Akkor most magyarul mondtam. Nem ezt mondta? Ezt mondta. Két Fehérvár játékos van a keretben, Négo és Fiola, tehát nagyon más, nem is lehetett volna beívni, és akkor jön a kérdés, hogy ha őket nem, akkor kit? Legalábbis mondjuk Négo esetében biztosan fel tudom tenni a szeget. Négo helyére kit? Kit tudunk betelni, kit ez tudunk beigazítani. Ez a nap kérdés a számomra még is. Fiola talán, Fiola pótolható, főleg így, hogy ugye Callum Stiles válogatott meghívót kapott a Barnsley csapatából, hogy azért ott balszárnyvédő pozícióban erős javulás lehet Fiola minőségéhez képest, de Négo mellett nem tudok elni, tehát Négónak lehetne nagyon rossz szezonja is az NB1-ben, egyszerűen annyira kell az ő játéka a válogatottba, hogy azt el nem tudom mondani. Igen, hát én is így gondolom. A Loic Négót én már nagyon régóta szeretem, meg egy modern beállítottságú futballista. Én egyébként őt nem találom annyira, tehát én nem úgy látom, hogy ő annyira gyengén szerepelne. Fiola az egészen más kérdés. Azért szívesen megkérdezném Michal Boriszt, hogy mit látott benne jobb oldali belső középpályásként. Tehát én érted, Tobi, csak így nézed, hogy ez most mi ez, NB3? Ahol nincsen belső középpályásunk, tehát nincs senki. Tehát nincsen senki. Fiola Attila kell, hogy legyen, mert 7 védővel látok fel, és akkor a Fiola Attila, na mindegy. Elekárpos meg az NB3-ban játszik. Jó, de érted, most érted, ott van valami probléma, jó, oké. Igen. Válogatott labdarúgó, tehát Fiola Attila szerencsétlen, na mindegy. Ott nem. De akkor vehetjük úgy, ha Rossi most besegít a Fehérvárnak, mert ugye azt mondta, hogy egy negatív, vagy más, bocsánat, nem negatív, azt mondta, hogy egy másik légkörű munkakörnyezetbe kerülnek, ami regenerálhatja, újabb lelkesedéssel töltheti fel őket, és itt jön a fontos mondat, eddig minden válogatott meccs után, és tényleg ez valószínűleg így lehetett, emelt fővel jöhettek le a pályáról, ha most kell nekik egy kis segítség, miért ne kaphatnák meg tőlem? Tehát effektíve most akkor a Rossi egy kicsit úgymond be is segíthet, tehát nyilván ez jól is elsülhet, hogy ezek a fiúk önbizalommal feltöltve érkeznek vissza, egyébként szokták mondani, hogy jól tesz egy ilyen kis környezetváltás, bár hogyha ugyanazzal a fejjel mész Amerikába, akkor ott se leszel jobb állapotban, tehát nyilván a társak majd segítenek nekik. Na mindegy, akkor ennyit erről a témáról, tehát akkor alapvetően nem kérdőjelezitek meg az ő szerepüket, hogy ott nem, vannak. Nem, mondanám, és inkább, mert nincsen másik, most ami, tudom, már kérdezed, már órák óta kérdezett tőlem, hogy ki lenne a másik, kit hívnál be, és én azóta keresem a választ, és akkor kibökök egy Osváth Attila nevet, aki a Paksba jobb oldali zárnyvédőként robotol, na hát ennyit erről, tehát Osváth nem bánt szintű labdarúgó, nem megbántva, mert tényleg, de érted, most kicsodát, a Henry Mingo, aki a Ferencvárosban játszik, ő a legjobb, az egyik legjobb jobboldali védő az NB1-ben, tehát amerikai. Szóval ott egyébként az érdekes, hogy az MTK-ból... Zeke Mário a hírmódból. Igen, oké, jó. És tehát vannak a bal oldalra, most meglepő módon több lehetőséget tudtam volna elmondani, mert például Gergény az Algerszegben például tetszik. Vagy Szabó János, aki rutinóka, tehát ő megoldotta volna a nagyon nagy probléma. De jobb oldalon nincs nagyon ilyen válasz. Most ugye a Bese visszatért a Fehérvárhoz, azért ő vele is megpróbálkoznék, mert ő is nemzetközi szinten. Nem mondom, hogy ő aztán kiemelkedő, mert nem az, de mégiscsak sebességét, atletikusságát, illetve a rutinját tekintve esetleg ő. De hát, hogyha a Négót nem hívjuk be, akkor a Besét mi hívjuk be. Szóval így van. És akkor menjünk át a Barát Péterrel az idő miatt, őről amit szóltok. Csupán reggel döntött el, hogy meghívja, a Debrecen fiataljáról van szó egyébként. Ezek bátor, de én azt gondolom, hogy előremutató. Nyilván a felkészülési meccsnek is szóló behívók? Én úgy hallottam, Tomi, utána folytasd, én úgy hallottam, hogy Kleinheiser utolsó pillanatban mondta ki magát a behívás. Igen, egy személyes gondjai adódtak, igen. Ennyit tudunk. Aha. Igen, úgyhogy emiatt történhetett meg az, hogy a reggel hívta be barátot. Ebből látszik egyébként, hogy Marco Rossi, akárhogyan kritizálom, az egyik legkomolyabb edző, aki itt dolgozott, meg dolgozik Magyarországon. Egy rendkívül intelligens, irtózatosan felkészült, maximálisan elismert és nagy tudású edző. Tehát ebből is látszik, hogy egyből megvan az, hogy ki az a következő karakter. Tudja, hogy kit akar behívni. Ez most ez a válogatottsági keret,
szerintem az egyik legjobb, amit össze lehet rakni, és Sallói Dániel nyilván hiányzik. Nekem hiányzik egyébként mondjuk egy kicsivel több NBA-1-es játékos is, de ettől függetlenül most ez egy nagyon jó keret, és mondom, Marco Rossi dicséret illeti, hogy ilyen bátran nyúl valami olyanhoz, amit még a nemzeti sport, meg még mi se tömünk mindenkinek a fejébe, hanem ő az, aki négy meccset lát, mondja el, hogy négy meccset lát hetente. Én maximálisan bízok benne, Barát egyébként most más szemmel néztem a hétvégén, mert most már azért kezdett ez a hype kialakulni körülötte, és valóban, hát nagyon jó labdát szerez, technikás, tehát jó kiállású futballista, úgyhogy én nagyon örülök a beívásának, ez egy jó irány, meg fiatal is ráadásul. Még kitemelnétek ki a keretből, ugye beszéltetek az Angliából behívott új válogatottról, de én azt gondolom, hogy volt-e olyan név esetleg, aki meglepett benneteket, vagy volt-e neked is esetleg Tom olyan, akit hiányolsz, ha már Sallóit mondtad, ugye Iván? Nekem igazából nincsen. Szerintem ez egy, ahogy Iván is mondta, ez egy erős keret, és talán a lehetőségekhez képest az egyik legerősebb. Tudjátok, nekem nagy vesztőparipám, hogy nem ilyen Patrik még nem került be válogatott keretbe, az a legerszek kapusa. Most az, hogy Szapanos Péter mennyivel nyújtnál a jobb teljesítményt, ez számomra egy kérdés. Én szerintem sokkal. Ha most nézel ezt a... Most pont akartam mondani, hogy ez a Szapanos mit művel most a hétvégén, csak nem beszéltem. Nagyon jó kapus. Fú, milyen jó vélet. Nagyon jó vélet, igen. A Szapanos. Nagyon, tehát... Igen, amikor a bravúr kapusokról beszélünk az NBA-ben, akkor Szapanos Péter és Damien Patrick neve kell, hogy első körben előkerülje, mind a ketten nagyon jó kapusok. Hát nem mehetünk el szerintem Ádám Martin megírása mellett, hiszen 23 gólt szerzett eddig az NBA-ben. Látjuk az ő paramétereit, ez egy megérdemelt behívó ebből a szempontból, és nem utolsó sorban, tehát keressük itt Szalai Ádámnak, ha nem is az utódját, de azt az embert, aki pótolhatja őt esetleg. A Nikolis Nemanja már nem feltétlenül az a játékos, aki pótlása tud lenni Szalai Ádámnak. Akkor kell alternatívát nézni, igenis, ott van Ádám Martin, meg kell nézni. Maximum nem válik be, nem fog összedőlni a világ. Meg lehet nézni ugyanúgy Novotny Somát, hogyha jobb formában rendül Cipruson. És így tovább lehetne sorolni ezeket a játékosokat. Ádám Martin élete lehetőségét kapja ezzel, és én ismerem annyira őt, meg a játékát, hogy nem fog megszeppenni, hogyha ő pályára lép, és mondjuk Észak-Írország ellen, amikor egy olyan csapat ellen, amely ellen azért nekünk kell valamit kezdeni a labdával, szerintem Ádám Martin hasznos tagja lehet majd a csapatnak. Egyet értek veled, most egyébként önreklámozás következik, úgyhogy készüljetek fel. A Nemzeti Sport online felületén pont ma tették ki újra azt a cikket, amit Callum Stiles-ról írtam, egy ilyen rövid elemzés azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatunk Stiles-zal kapcsolatban. Porcares kollégával szoktuk ezeket a cikkeket menedzselni, ugye aki itt volt velünk vendégként, Marosi Gergellyel együtt, nem is olyan régen, és egy új cikk kerül majd ki nem sokára, amit pont Ádám Martinról írtam azzal kapcsolatosan, hogy ő lehet Szalai Ádám utódja. És egyébként vegyes a kép, mert ránézése, ugye elmondják, hogy 191 centi, nem tudom, hogy 191 centi-e, én nem vagyok benne biztos egyébként, de ugye mindig azt szokták mondani, hogy ő hasonló, meg hasonló stílusban, és valóban így ránézése hasonló a stílus, de nem teljesen igazából, az a baj. Én úgy látom, hogy Szalai Ádámnak sokkal jobban fekszik ez a feltolt center, megtartom a labdás stílus. Ádám Martinnak viszont a 16-os és körülötte lévő területek azok, amelyek mostanra, mert Szalai Ádámnak is jól feküdt ez a fiatal korába, de mostanra Ádám Martinnak talán a 16-os környéke, hogy ballal lőhet mindenhonnan befejezések, ebbe talán felérhet Szalai Ádám szintjére, de én felhívnám a figyelmet, hogy ne várjunk el túl sokat Ádám Martintól, könyörgöm. Annyit várjunk el, hogy Nikolis Nemanjánál egy kicsivel jobb teljesítmény nyújtson, amikor beáll cseréből. Ez a célja Ádám Martinak. Ha ezt nem tudja megtenni, akkor Marco Rossi először is utoljára hívta be. Nagy kíváncsi gyerekek. Leszek egy... Bocsánat, csak kíváncsi leszek majd olyan statisztikára, hogy átlagosan a Paksnál
hány méteren kap labdát az ellenfél kapujától Ádám Martin, és most a válogatottban átlagosan hány méterre fog labdát kapni. De akár a Szalai Ádám statjait meg lehet nézni. Olvasd el a cikket, mert például az is érdekes volt, hogy a visszapasszok tekintetében Szalai Ádám sokkal pontosabb, mint Ádám Martin. Ádám Martin az NB1-ben, Szalai Ádám meg a válogatottban néztem a két összehasonlítást, tehát eléggé, hogy mondjam, árulkodó, hogy az NB1-ben kevésbé passzol pontosan visszafele, tehát fölpassz, visszapassz. Ádám nemzetközi szinten a Szalai. Igen, és utána nemzetközi szintre kell ugrani, tehát én azért vannak fenntartásaim, de nagyon szurkolunk Ádám Martinnak, szegedi születésű NB1-es labdarúgó, hajrá Martin, csak mondom, vannak olyan területek, amiben fejlődnie kell, hogy megugorja ezt a szintet. Tomi, mit küldtél múltkor, talán Trollfociról, vagy nem tudom honnan, az a kis kép, ott, hogy fogalmazott Ádám Martin a góllövésről, kérdeztek? Hogy valami is volt, hogy nem gondolkodja túl, ugye? Igen. Ennyi. Szerintem ezt se gondolkod túl, Martin, ha nézel minket. Menj oda nyugodtan, nem hiszem, hogy egyébként bárki negatív tekintetben minősíthetné azok után, amit letett ebben a szezonban is az asztalra. És akkor amivel zárjuk, gyerekek, hát nincsen adás révész nélkül, milyen piros fehér zöld, de egy révész Attila klasszikus nem idézünk. Most azt találta mondani a sportigazgató a Kisvárdától, hogy kérdezték ugye, hogy 10 ponttal előzik meg a negyedik helyzet Paksot irány európai, és akkor elmondta, hogy nyilván mik a céljaik, és a vége ez volt a mondatnak, hogy onnantól kezdve a következő évi szabályok ismeretében új fejezet nyílik a Kisvárda életében, valószínűleg már nem velem. Tehát, mondom, ismételtem, van egy olyan mondat Révész Attilától, ami azt mutatja, hogy ő, amit mi fejtegettünk, lehet, hogy a Diósgyőr sportigazgatója lesz az reality. Amit én szeretek Révész Attilába, hogy ambíciózus, mint az állat. Ez pedig nagyon ritka. Ebbe én be tudok csatlakozni bármikor. Hogy keretbe foglaljuk az adást, ugye még egyszer elmondom, én rá tudok csatlakozni erre az ötletre. Hogy Révész Attila ambíciózus is megy előre, és nem azt mondja, hogy tudod mit, kis király leszek akkor most akkor itt leszek 15 évig, és akkor megpróbáltok kirúgni egy rossz eredmény miatt. Hát emlékeztek, amikor az Európa Ligába vezettem a csapatot? Nem ül rá a sikereire, hanem azt mondja, hogy tovább megy. És én ezt nagyon tudom értékelni a magyar labdarúgásban, ugyanúgy, hogy Salló István esetében is, kifejezetten ki kell emelni, hogy igen, Salló István ambíciózus ember, és próbálja megvalósítani a céljait. És igen, itt ülhetünk, és kritizálhatjuk, és mondhatjuk, hogy jaj, a Salec nem tudja, meg a Salec így tudja, meg a Révész Attila így rontja, meg úgy rontja, de egy valamit nem vehetünk el tőlük, hogy ők igenis oda teszik magukat a kirakatba, és azt mondják, hogy igenis szeretném, hogyha ti engem értékelnétek. Mert amikor a komfortzónán túl tudnak lépni. Úgyhogy maximálisan örülök ennek Révész Attila esetében. Szerintem Diósgyőr lesz, ebből van egy olyan érzésem. Én is azt érzem. Te mit érzel, Tomi? A vasas? Na, csak vicceltem, tudom, hogy az nem lehet. Nem tudom. Nem érzek semmit. Kis ujjamat nem merném rátenni, hogy de egyébként a vasasnál is bármi lehet, mert hogyha ott egy kis gyengébb eredmények vannak, ott is lehet bármikor. Hát, ja, most tényleg, a vasas egész igen. Jól egyenesbe került az NB2-ben, tehát most már meccselőnnyel vezetik az NB2-t a DVT-k előtt, tehát ott nem lesz szerintem ebből a probléma. Meglátjuk. Na és akkor, hogy még egy pozitív hírrel zárjuk, nekem elképesztően szimpatikusok azok a klubok, most nyilván foci műsort készítünk, akik befogadnak ukrán sportolókat, és engedik őket, hogy azt csinálják, amit egész életükben csináltak, kiskoruk óta, tehát sportoljanak, és hát több ilyen klub is van most, úgyhogy nem akarok egyet se kiemelni, rendkívül szimpatikus. Tehát a szingli szektor az egy jó pofa dolog, és tényleg, de ezek a nagy dolgok, amikor tényleg valaki x gyereket idehoz kísérőkkel együtt, és pályát, szállást, étkezést, minden biztosít, és hogy tudják folytatni tovább azt a tevékenységet, ami szerintem esélyt ad nekik arra, hogy ezt az egész szörnyű helyzetet valahogy úgy éljék meg, hogy valami pozitív is legyen benne, szülőktől, mindenkitől távol, tele gondol a fejükben, zseniális ötletek és kivitelezések ezek, úgyhogy reméljük, hogy minél több ilyetről tudunk majd mi is akár hétről hétre itt a piros fér zöldbe beszámolni. Hát ennyi volt már, a szingli szektortól eljutottunk egészen Révész Attila klasszikusig, úgyhogy szerintem sok mindenről tudtunk ma beszélni, írjatok, szóljatok hozzá, és hát keressetek, lájkoljatok minket a Facebookon is, valamint iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!